Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Hamarosan a 8-as diákok egy fontos pillanathoz érkeznek, éppen ezért mai vendégünk Horváth Éva, a Kossuth Lajos Gimnázium intézmény vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Kicsit beszélgessünk arról, hogy a felvételi előtt álló diákoknak milyen lehetőségei vannak a gimnáziumi képzések terén. Ugye 8-osokról beszél, de én azért, ha szabad, kezdeném a 6-osokkal, ugyanis nekünk ugye 6-osztályos gimnáziumi képzésünk is van, és sok szeretettel várjuk Hóváról és környékéről azokat a nagyon szorgalmas, ügyes, okos gyerekeket, akik úgy gondolják, hogy már 7-ben szeretnének gimnazisták lenni. Ott két típusú képzést tudunk biztosítani, az egyik az emelt szintű németes képzés, a másik pedig az emelt szintű matematika. Nagyon ügyes gyerekeink vannak, jó eredményeket tudunk elérni, főleg így azért, hogy a 6 évünk van arra, hogy eljuttassuk őket az érettségihez és a továbbtanulásra felkészítsük őket. Itt annyi az újdonság, hogy oda kell nagyon figyelni, mert most már nem lehet papír alapon kitölteni a jelentkezési lapot, hanem az oktatás.hu oldalon az aktuális felvételi eljárásnál megtalálják a kedves szülők az egyéni jelentkezők számára azt a tájékoztatót, ahol pontosan leírják, hogy ezt hogy kell csinálni, ott kell generálni a lapot, kitölteni, és csak utána lehet kinyomtatni, és abból a jelentkezési lapot kell hozzánk eljuttatni, és a másikat, az adatlapot pedig az ott megadott győri postafiók címre. Ez az idén van először így, hogy ezért gondoltam, hogy ezzel kezdenénk. Egyébként az a lényeg, hogy jó tanulmányeredmény legyen, nekik nem kellett írni központi felvételit, és a tanulmányeredmények alapján rangsorolunk. A 8-osokat is többféle osztálytípussal várjuk. Ott, akik a 0. évvel induló, vagyis 5 éves angolosba szeretnének jelentkezni, nekik már ugye múlt héten meg kellett írniuk a központit, úgyhogy ez most éppen javítás alatt van, és majd 30-án tekinthetnek be kedden a megírt dolgozataikba, és majd csak azután kell, amikor megkapják aznap ugye az értékelő lapot, azután kell eldönteniük, hogy akkor pontosan mit és milyen sorrendben írnak a jelentkezési lapra. Az minden középiskolai jelentkezésre érvényes, hogy február 19-ig kell ennek megtörténnie az idén. És az angolos osztályunk ugye az a specialitása, hogy heti 15 angol óra van ebben a bizonyos 0. évben. És emellett a német is, aki még nem tanult németet, annak is elindul, aki pedig tanult, ott pedig a haladó csoportban folytathatja heti 3 órában, illetve ebben az osztályban az informatika is összeadva nagyobb óraszámban van, hiszen ebben a bizonyos kezdő évben és a következő 2 évben is heti 2-2 óra, tehát abból is olyan szintre el tudnak jutni, hogy meg tudják csinálni, és tényleg szép eredménnyel megcsinálják az ECDL vizsgákat nálunk helyben, mert ECDL vizsgaközpont is vagyunk, illetve hát angolból értelemszerűen nagyon magas szintre el tudnak jutni. A minimum középfokú nyelvvizsga, de aki elég motivált, az azért addig nem nyugszik, míg a felsőfokú nyelvvizsgát is le nem teszi, vagy ha angolal akar tovább tanulni, akkor emelt szintű érettségit tesz, mert mondjuk egy anglisztika szakon az ott ugye kötelező. De nem azt jelenti, hogy csak nyelvi irányba mennek tovább ebből az osztályból, hanem tényleg az iskolán belül aztán, amikor választhatnak az utolsó 2 évre emelt szintű felkészítőt, akkor nagyon sokan közülük akár a természettudományok felé fordulnak, akár mondjuk matematikai irányba, tehát egyéb műszaki, tehát matek fizika felé esetleg, de ugyanúgy a nyelv mellé, ugyanúgy lehet történelmet, vagy az idegen nyelv mellé még a magyart, és akkor humán pályára menni, tehát ez ugyanolyan nyitott, vagy ugyanolyan lehetőség számukra is, és tényleg nagyon szép eredményeket érnek el. Most például az egyik tanítványunk, aki végzős ebben az osztályban, úgy került az OKTV, ez az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába, ami majd ezután kerül még sorra, hogy a 100 pontból 94-et ért el, úgyhogy nem túl sokan vannak az országban, akik sokkal többet értek volna el. Illetve ugyanebből az osztályból, például informatikából 18 gyerek előzte meg egyelőre, és még tud javítani is rajta, úgyhogy tényleg ügyesek, ugyanilyen okos gyerekeket várunk továbbra is.
A 4 évfolyamos képzésünkre ott nincs előírva még pillanatnyilag a központi felvételi, ott a tanulmányi eredmények alapján rangsorolunk. Az az előzőre is érvényes, az angolosra is, hogy a 7. évvégi és a 8. féléves bizonyítványt veszük figyelembe, méghozzá a fő tárgyakat, tehát magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és az idegen nyelv, amit tanultak, és a 4 éves képzésen pedig emelt óraszámban tudunk kínálni szintén idegen nyelveket, tehát vagy németet, vagy angolt, akkor ezt heti 6 órában tanulják a gyerekek, a többi tárgyat normál óraszámban, vagy tudunk kínálni egy természettudományos profilú képzést már 9-től, ahol 1 órával több a matematika is, illetve az első 2 évben, tehát 9-10-ben a természettudományos tárgyakra kapnak plusz 1-1 órát, hogy projektmunkával, terepgyakorlattal, mindenféle plusz dologgal tudjanak jobban elmélyülni ezekben a tárgyakban, és aztán majd eldönteni, hogy 10. után mi az, amire jobban szeretnének specializálódni abból a 4-ből esetleg, hogy most biológia-kémia, vagy biológia-fizika, vagy földrajz, ez természetesen megint attól függ, hogy melyikből tehetségesebb, vagy melyik tetszett meg jobban, melyikbe akar többen, meg persze, hogy hova szeretne tovább tanulni, mert akkor ugye lehet, hogy 2 kötelező lesz majd, ugye, illetve már most, hogyha az orvosi vagy ilyen irányú pályákra mennek, akkor ott ugye 2 emelt szintű érettségi eleve kötelező, úgyhogy arra is fel tudnak akkor készülni. Illetve van még egy képzésünk, ami tulajdonképpen, aki 6 osztályosba jön, ő nekik 8. után, ha nagyon jól tanulták az emelt németesek a németet, és eljutottak arra bizonyos B1 szintre a nyelvből, akkor ők nem is kell semmit tenniük, hanem iskolán belül folytathatják a 2 tannyelvű tagozatot, de erre kívülről is be lehet kapcsolódni 9-től. Annyi a feltétele, hogy egyrészt ugye nézzük a hozott jegyeket, másrészt viszont ezt a B1 szintet tudni kell igazolni, vagy úgy, hogy már van egy alapfokú nyelvvizsgája, vagy ha nemzetiségi iskolában 5-ös volt 7-ben is, meg 8. fél évkor is, akkor ezzel már felmentést, vagyis ezzel már tudja igazolni. Ha pedig ez a feltétel nem állna fenn, de úgy érzik, hogy elég ügyesek, akkor pedig meghallgatáson tudják, szóbeli meghallgatáson ezt még igazolni, és akkor aki ide bekapcsolódik, ők 9-ben már tanulnak tárgyakat német nyelven, a földrajzot, a célnyelvű civilizációt és az egyetemes történelmet, illetve biológiából egy előkészítő óra van, ahol szakszókincset, illetve a szövegekkel való munkát sajátítják el, és a következő évben kapcsolódik be majd aztán a biológia tantárgyként, és akik ezt a tagozatot fejezik be, nekik pedig az érettségük, a 2 nyelvű érettségi, az felsőfokú nyelvvizsgának felel meg, hogyha emelten a németet le tudták tenni 5-ösre, és még 2 tárgyból németül érettségiztek. Ott már nincs is előírva, hogy annak hányasnak kell lenni, és azért ez egy jelentős többlet, akkor is, ha nem külföldön akarnak tovább tanulni, de ha mondjuk a szomszédos Ausztriában szeretnének, akkor ezzel nagyon jól meg tudják alapozni. Úgyhogy ez úgy a képzési kínálatunk pillanatnyilag. Picit kanyarodjunk még vissza oda, amikor a 7-esekről, illetve a 8-asokról beszéltünk. Milyen pluszt az azoknak a diákoknak mondjuk ez a fajta képzés, hogy 6. osztály után úgy döntenek, hogy akkor gimnáziumba mennek, jobb esetben akkor az elkövetkezendő nem 4, illetve nem 6 évet ott töltik. Tehát miért érdemes mondjuk ezen elgondolkodni egy jobb képességű diáknak? Hát azért érdemes, mert hogyha a 6. után ezekben az osztályokban ugye összejönnek a városból és a környékéről tényleg azok a gyerekek, akik okosak, motiváltak, szorgalmasak, akkor egymást is fogják még erősíteni, tehát ott a nagy húzóerő egyrészt. Másrészt hát az a tapasztalatunk, meg ezt azért szerintem az általános iskolás kollégák is meg tudják erősíteni, hogy 8. osztályban, aki ugye az általánosban marad, amikor már úgy eldőlt, hogy hova fog menni, nagyjából tudja, hogy milyen pontszámokat visz, tehát jó eséllyel felvették mondjuk arra a helyre, ahova szeretett volna, még akkor is, ha nem tudja pontosan, mert ugye április
27-éig derül ez ki csak egész pontosan, de akkor már a második fél évben úgy leeresztenek a gyerekek, tehát az ott úgy, hát nem egy fél év, de ott azért egy időszak kiesik. Na most, hogyha egy hatosztályosba például hozzánk eljön, akkor ez a dolog már nem történik meg. Lehet, hogy hetedikben úgy érzi, hogy ő még kicsi ott a gimiben, de aztán azért nyolcadikra már mindenképpen megszokja a dolgokat, meg tehát az osztályban is azért ügyesen beilleszkednek, meg nagyon klassz programok vannak, amivel ugye az iskola közösségébe is be tudnak illeszkedni, és mindenféle mérések, az országos kompetencia mérés is, meg minden olyan mérés, ami mondjuk a célnyelvi korábban volt, most az idén már nem volt, vagy az idegen nyelvi mérések is mutatják, hogy mondjuk 8. és 10. is nagyon jó eredményeket tudnak elérni, tehát összehasonlítva mondjuk azzal, aki esetleg csak később vált. Nem mindenkinek való egyértelműen, de aki elég önálló, motivált, szorgalmas, én azt gondolom, hogy meg hát tényleg jók az eredményei eddig is, azoknak bátran tudom ajánlani. Ahogy az elmúlt percekben kiderült, továbbtanulás szempontjából rengeteg lehetőségük van azoknak, akik a Kossuth gimnáziumot választják, de mi a helyzet a tanuláson kívüli idővel, tehát a diák élettel, ezt hogyan tudják kitölteni? Én azt gondolom, hogy a diák élet is egy, hát sok mindent tudunk kínálni, most amit lassan egy hónap van, már nincs is egy egész hónap vissza, már nagyon készülnek a 11. évfolyamosaink elsősorban, a diáknapok az a legnagyobb esemény így február végén, ezt most már évek óta így az első fél év utáni hónapban tartjuk, és versengenek egymással a 11. évfolyam osztályai. Különböző, most nem árulnám el, hogy milyen feladatokat kapnak, de már jóval előbb megkezdődik a felkészülés, de hát azért úgy, hogy ne menjen ez a tanulás, főleg ne a félévi eredmények rovására. És ez ugye azt mondjuk, hogy diáknapok, hát konkrétan igazából másfél napos, mert hogy a csütörtöki napon van sportprogram, osztálybajnokságok zajlanak már, és ott a döntőket játsszák le egymás ellen, ez most már nagyon jó, mert a röplabdán kívül tudjuk a sportcsarnokban ezt a sport részét bonyolítani, úgyhogy ezért is köszönet. Illetve akkor másnap az aulában vannak azok az események, amit már előzős feladatként megkaptak, illetve a kortes, aminek szintén a keret feltételeit már tudják, hogy kell felépíteniük, és ez akkor megmozgatja azért az egész iskolát, mert a szurkolócsapatot is kell kiállítani, a szurkolócsapat is kap feladatot, színes is lesz az iskola, mert megvan, hogy melyik osztály melyik részen reklámozhatja magát, dekorálhatja az iskolát, meg van, hogy milyen színű húznak pólót, és akkor, illetve szintén olyan színű pólót készítenek maguknak. És ez az egész olyan szempontból is jó, nem csak az, hogy ez egy jó buli, hanem tulajdonképpen észre se veszik, de egy csomó mindent tanulnak, hiszen együtt kell működni, be kell osztani a feladatokat, és nagy viták vannak, de például az idei szalagavaton derült ki, hogy a mostani végzősöknél ugye minden évben úgy csináljuk, hogy a végzősök összeállítanak az osztályról egy ilyen rövid PPT-t, amin akár videórészlet is van, de elsősorban képek, és mindegy, hogy nyertes volt valaki, vagy csak harmadik, de az biztos, hogy domináltak itt is a diáknapi képek, meg 10 év múlva, meg 15 év múlva a találkozókon is, azért ez jön nagyon elő. De persze a gólyákat is már várjuk, ugye, amikor majd az új felvételi megtörténik, akkor augusztus végén már gólyanappal, gólyatáborral várjuk őket, aztán októberben ott a gólyaavató, amire szintén már készülnek. Tehát én azt gondolom, hogy most csak ezeket emelem ki, a többi programot most nem fontos mondanám. Például az egészségmegőrzés is elköré, és mindig színes programok Igen, mindig épülnek. Van egy egész projektnapunk szeptember végén, amit egy kicsit ki is bővítettünk, mert az egészséges életmódra nevelést az étkezéssel, a sporttal, de az elfogadással is kiegészítettük, tehát így az elfogadás napja is nekünk ez a nap. De hát persze igyekszünk nem csak ezen a napon erre nevelni a gyerekeket, de ez most már évek óta hagyomány, hogy ezt itt szeptemberben tartjuk. Aztán az idei év óta pályaorientációs nap is van, de ezt minden iskolában kell. Ezt még tanuljuk, hogy csináljuk az egész iskolának egyszerre.
de több egyetem főiskola képviselőit is meghívtuk, volt diákjainkat is hívtunk meg, akik most egyetemisták, vagy aki már végzett, egy kicsit a pályáját bemutatni, hogy különböző pályákról kapjanak információkat. Most egyelőre ennyit szeretnék erről. Tehát rengeteg a lehetőség, mint tanulás, mint pedig diák életterén, és a mostani tovább tanulás előtt állók egészen február közepéig eldönthetik, hogy hova mennek tovább. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!